Podrék és Relikviák. Molnár Anna matematika verseny. Újabb adomány érkezett. Erotikus videóval trükközött a kunmadarasi férfi. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 3-án 18 óra 5 perckor. Illési nagykun kapitányok, Potrék és Relikviák a 18.-19. századból címmel nyílt kiállítás a Györfi István nagykun múzeumban. A kiállításról Illési Ádám emeritus nagykun kapitányt, a hagyaték egyik gondozóját kérdeztük az Illési családról, amely több nagykun kapitányt is adott a kunságnak az elmúlt évszázadokban. A kisújszállási Illési család öt tagja is nagykunkapitányi tisztséget viselt a 18-19. Század folyamán. Életükről gazdag hagyaték együttes maradt fent, személyes iratok, dokumentumok, portrék és relikviák formájában. A karcagi kiállítás portrék és relikviák segítségével kíván betekintést nyújtani a hajdani kapitányok életébe. Ez leírhatatlan érzés, és az ember azt mondja, hogy tényleg egy ilyen ajándékot, amit az ember kap. Mert ez az ember, ez nem méltó erre, vagy nem maga szerzi, ez egy ajándék, hogy én ennek a követője lehetek. Ennek egy kedves feladatot ad, hogy amit föl tudunk deríteni, amik itt láthatók, relikviák, portrék, azokat tovább kell adni. Nem véletlenül van a meghívóban is az, hogy mondd el fiaidnak, ez a szép bibliai idézet. Ez minden nemzetnek, népnek alapvető kötelessége, de ugyanúgy a nagykunoknak, családoknak, mindenütt el kéne mondani, ami nem könnyű feladat olyan szempontból, hogy a fiatalok, mint ahogy én is annak idején, nem érdeklődnek ezek iránt. Tehát úgy 50 évesnek illik lenni, hogy az ember érdeklődését fölkeltse, és amit itt lehet látni, az egy csodálatos, hihetetlen maga a csoda, hogy ez fönnmaradt. Az maga a csoda, hogy ez fönnmaradt, mert ott a sarokban lehet látni egy szép vasládát, abban iratok maradtak, aztán maradtak portrék, eredeti olajfestmények, és hát relikviák, tárgyi emlékek a felmenőkről, nem csak a kapitányokról, hanem a feleségeikről is szép kis relikviák vannak. És az a kérdés, hogy ezeken mi lesz most? És a legfontosabb feladat az, hogy ezeket elkezdtük digitalizálni, öcsémmel ezt a hagyatékot digitalizáljuk, a dokumentumokat a szolnoki levéltárral állunk már kapcsolatban, ott szeretnénk ezt először digitálisan, aztán majd a család eldönt, hogy legyen a portrékat, hát itt másolatok láthatók, digitális másolatok, de nagyon jó, mert teljesen ilyen az eredeti is, és azokat letétbe helyeztük, hogy azért meg kell ezt őrizni az utókornak, és ezek a relikviák pedig nem értékesek, hanem rendkívül kedvesek, meghatóak, mert például Illési János, a nagykunkapitány és Kossuth kormánybiztosa, hogy a börtönben halálra ítélés után, aztán 10 évet kapott, hogy milyen börtönmunkákat csinált, hát ezek szívszorító dolgok. A kiállítás az Illési család nagykunkapitány tagjaira fókuszál, amelynek keretében bepillantást kaphatunk az adott történelmi időszakba, az akkori eseményekbe is, a hagyatékkezelők által bemutatott tárgyak segítségével. Az Illési Sándornak, az utolsó nagykunkapitánynak és a kisújszállás első polgármesterének a mente gombja századosi. És fantasztikus belegondolni, hogy százados volt 18 éves korában, Leninget megmentette ugye egy csatában, és másodszorra pedig Csepel-szigetnek a parancsnoka lett 18 éves százados korában. Tehát ez mai fiatalságnak is ugye elgondolkodtató, nekem is, hogy azért hát helyt kell állni, és hogy helytáltak ezek a felmenőink, amire ápolni, tisztelni kell őket a legnagyobb, hát ez a legnagyobb küldetésünk most. A közel 300 éves dokumentum a hagyaték együttes talán legöregebb darabja. Az Illési család 1635-ben kapott nemességének egy évszázaddal későbbi a nemesség igazolási eljárás során kiadott megerősítő okirata. Latin nyelvű szöveggel Illési István nagykunkapitány nemesi igazolására lett kiadva. De az újkori kapitányság intézménye az is egy csodálatos dolog, amit felelemlítettek ugye a nagykunságba először a jászok, a nagykunságba pedig ugye 2000 évben, és az is mindaz, hogy erősíti azt a tudatot, ugye, mert különben az emberek nem nagyon vesznek, nem ismerik, nem vesznek tudomást, de így, hogy tényleg valóban minden jelentős eseményen ott vagyunk, próbáljuk, igyekszünk képviselni ugye ezt a történelmi hagyományt, ami annak egy csodálatos nagy státusz volt, ugye, mint egy főispán, csak az a különbséggel, hogy a nagykunok, meg a hármas kerület ugye tagjai, azok úgymond egy autonómiában voltak a magyar királyságon belül, ami egy csodálatos dolog.
A portrék bemutatásakor az adott személy tisztségét, történelmi szerepvállalását ismertetik szakirodalomból vett idézetekkel, a relikviák ismertetésekor a családban fennmaradt szóbeli információk felidézésével szolgálnak magyarázatokkal. A kiállításon egy kis buduárt alakítottunk ki, ahol kapitány nék is láthatók, és egyes ugye pitke gombok, meg olyan dolgok, meg bálításkák, amik a hölgyeket. Na visszatérve, hogy ki melyik nagykunkapitány, hát talán kettőt, őróluk tudjuk a legtöbbet. Az Illési Sándor ükapáprom, aki az utolsó nagykunkapitány volt, és hát ez a 18 éves korában százados volt, aztán utána besorozták közlegénynek büntetésből az osztrák hadseregbe, és ott aztán fölvitte egész hadnagyi rangig, amikor végre ki tudott lépni, és hazajött Magyar Honba. És a másik pedig az ő nagybátyja, az Illési János, a harmadik, aki a Kossuth kormány biztosa volt nagykunkapitány, és hát itt ki vannak állítva olyan tárgyak, amit ő a börtönbe faragott, és hát nagyon érdekes, ugye halálra volt ítélve, aztán 10 évre módosították, és megcsinálta ott a börtön lakóinak, tehát a magyar raboknak a listáját, és milyen érdekes, hogy tőle három alatt kis van állítva, tőle a fejében Rómer Flór is van, aki mint pap, tudós papember, vasban kellett 8 évet letöltenie, és összesen csak ebbe a csehországi börtönbe közel 1200 évet osztottak ki összesen a raboknak, magyar raboknak, akik a szabadságért harcoltak. Több esetben is előfordul, hogy a hagyaték együttesben ugyanazon szeméről olajfestmény, grafika és fényképfelvétel egyaránt megtalálható. 21 évvel ezelőtt rendezte meg az első Molnár Anna matematika versenyt általános iskolásoknak Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettes szaktanár a Kovács Mihály általános iskolai tagintézményében, hogy egyrészt lehetőséget adjon a város diákjainak, hogy matematikából megmérkőzzenek, másrészt pedig kedves tanárára emlékezzen ezáltal is. Molnár Anna matematika-fizika szakosként Lévainé Kovács Rózát is tanította annak idején. Az ő hatására lett ő is matematika-fizika-pedagógiai szakos tanár. Matematika-fizika szakos volt, és igen, valóban engem is tanított annak idején, és én is matematika-fizika-pedagógiai szakos lettem. Biztos, hogy nagy szerepe van Annuska néninek, aki az első matematika tagozatos osztályt kapta annak idején, és ennek voltam tagja én is, és tényleg nagy-nagy lelkesedéssel és türelemmel, szeretettel foglalkozott velünk, és mindannyian, amikor visszaemlékezünk erre az időszakra, mindig nagy-nagy örömmel és tisztelettel adózunk az emlékének. Tényleg nagyon kedves tanárunk volt. 1954-től 1987-ig volt ennek az intézménynek a matematika-fizika szakos tanára. Az élete az akkor Calvin 9-nek nevezett iskola volt, tehát tényleg az összes idejét jóformán így töltötte. Annuska néni nagy lelkesedéssel és türelemmel, szeretettel foglalkozott diákjaival, így örömmel emlékeznek óráira, és nagy tisztelettel adóznak emlékének. Molnár Anna 1954-től 1987-ig az akkori Calvin 9 tanára. A róla elnevezett versennyel emlékezik meg róla Lévainé Kovács Róza, aki a versenyre olyan feladatsort állított össze, amiben a gyerekek megtalálják a sikerélményüket, mert az a célja, hogy meghozza a kedvüket a matematika iránt. A feladatok között most is vannak gondolkodtatóak, de térlátást igénylő is. Igyekszünk mindig olyan feladatsort kitalálni, amiben a gyerekek megtalálják a sikerélményüket is, tehát nem az a cél, hogy most nagyon magasra tegyük a lécet, és akkor elmenjen a kedve a gyerekeknek. Persze kell benne olyan gondolkodtató feladat is, ami azért majd megszórja az eredményt, nem mindenkinek azonos pontszáma legyen. Az utolsó feladat az most egy térlátást igénylő feladat, egy kocka éleit jelöltük meg, illetve kocka éleit kötöttük össze, és azt kell majd síkra levetíteni, tehát ez egy izgalmasabb kihívás. A 21. alkalom egyben a versenysorozat vége is, hiszen a tanárnő hamarosan nyugdíjba megy, és ezzel a megmérettetéssel akart elköszönni a kollégáktól és a diákoktól. Egy nagy kalandnak vége. Hamarosan én is nyugdíjba megyek, befejezem a pályám, és
úgy gondoltam, hogy akkor ezt a versenyt is most ezzel lezárom. Még el akartam köszönni a kollégáktól, tehát soron kívül, mert egyébként ez minden év novemberében, októberében, novemberében került megrendezésre. Tavaly beszorultunk a digitális térbe online, még ezt is elvállaltam, de most egy rendkívüli időszakban még egy utolsó versenyt összehoztam, úgyhogy most egy hét múlva az eredményhirdetésen fogok végleg elköszönni ettől a körtől. Ilyen körben már nem fogok találkozni a kollégákkal. Ezt a versenyt ugyan már nem folytatja, de az Öveges József Kárpát-medencei fizika verseny továbbra is szervezi majd. Tiszatavi keresztény polgári kör újabb adományt hozott Karcagra, Kátai Gábor kórházba, melyről Fodor Gusztáv lelkészt és Nagyné László Erzsébet főigazgatót kérdeztük. Szívünkben ott van a magunk szűkebb régiója is, Jász-Nagykun Szolnok megye és a Kátai Gábor kórház is. Mondta Fodor Gusztáv, aki a megyei egészségügyi intézeteket is tudja támogatni komoly mennyiségű kötszerrel és a napi munkához szükséges orvosi eszközökkel. Ennek körülbelül az értékét tudom ennek a orvosi jellegű segélyszállítmánynak. Körülbelül 2 millió forint értékű segélyt hoztunk ide. Örülök annak, hogy az ukrán konfliktus után már egy kicsit a belföldi segélyezésre is tudtunk koncentrálni. Hál' Istennek, ezt el kell, hogy mondjam, mielőtt a karcagi adományra rátérek, hogy az elmúlt 3 héten megfeszített erővel tudtuk az ukrán bajba jutott testvéreket támogatni. Körülbelül 7 kamionnyi segít, egy ilyen 80-90 tonnányi segély, több mint 200 millió forint értékben tudtuk az ukrán testvéreket segíteni, de a szívünkben ott van a magunk szűkebb régiója is. Ott van Jász-Nagykun Szolnok megye, és itt van a Kátai Gábor kórház is, és számunkra nagyon fontos az, hogy a környezetünkben élőket is tudjuk támogatni, és 3 hónap után most jutottunk el oda, hogy a megyei egészségügyi intézeteket is tudtuk támogatni. Itt igazából kötszerek, gyógyszerek, orvosi típusú segélyek, betétek, pelenkák vannak, nagyon-nagyon komoly mennyiség és nagyon komoly érték, és már most dolgozunk azon, hogy a következő szállítmányt mikor hozhassuk. Május végén érkezik egy holland segélyszállítmány, ahol ismét gondol majd a karcagi szeretett kórházra. Nagyon fontos nekünk az, hogy a környezetünkben élők egészségügyi állapotát tudjuk változtatni. Én úgy gondolom, hogy a szeretetünk az, ami képes a változtatásra, és a Tisztatavi Keresztény Polgári Kör immár közel 2 éve. Mi szeretetpostások vagyunk, és a szeretet az, ami gyógyít, ami helyreállít, ami megerősít, és bízunk benne, hogy még hosszú évekig tudjuk támogatni ezt az általunk nagyra becsült helyet. Nagyné László Erzsébet főigazgató, a kórház vezetése dolgozói és betegei nevében köszönte meg az adományt, amely védőeszközöktől a napi szintű felhasználásra alkalmas tisztálkodószerekig sok mindent tartalmaz 3 értékes beteg megfigyelő monitorral. Ismételten adományt kaptunk a polgári körtől, egy tiszteletes úr megbízásából, illetve ő adta át ezt az adományt, ami nagyon nagy, nagyon hasznos eszközöket és hát ilyen napi szükségletet tartalmaz, úgymond, mind a dolgozóink, mind az ellátottaink részére, hiszen a védőeszközöktől a napi szintű felhasználásig alkalmas, vagy felhasználásra alkalmas hát pelenkákat és egyéb tisztálkodószereket is tartalmaz ez a mai adomány, és hát igen, nagy értékű eszköz is van benne, 3 darab, mint itt mögöttem látható. Ezek a kis monitorok többféle mérésre alkalmasak, és ahogy látszik, is guríthatóak, tehát közvetlenül a beteghez oda vihetőek. Ez mind a beteg komfortfokozata, mind a dolgozók segítésére nagyon jó, hiszen a napi vérnyomásmérést is rögzíti a gép,
és aztán le tudja olvasni később a szakorvos is, illetve az ápoló dokumentációba tudja rögzíteni. Ezúton is szeretnénk nagyon megköszönni, hogy megint ránk gondoltak ezzel az adománnyal, és megint a Kátai Gábor Kórházat tudták segíteni ezzel. Fodor Gusztáv tiszteletes úr, valóban szeretett kórháza vagyunk mi, és szeretett kórháznak hívja az intézményünket. Én szerintem itt a itt dolgozóknak a hivatástudata, a hozzáállása és a szeretete az, amit ő és társai folyamatosan éreznek, és remélem, hogy betegeink is, többsége is ezt érzi. Nyilván az elmúlt két év nagyon megviselte az itt dolgozókat, és hát a betegeket is. Olyan járvány volt, ami még nem volt, vagy az elmúlt 50-100 évben nem volt ilyen. Alkalmazkodnunk kellett, ez nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, és valóban felhívta a figyelmünket arra, hogy május végén egy újabb adományt szervezett külföldről, általában Nyugat-Európából szervezi ezeket az adományokat, és érkezni fog kamion, úgyhogy természetesen átlátogatunk hozzájuk, és a még szükséges egyéb eszközöket azt szeretjük ilyenkor ott megnézni helyből, ha erre lehetőségünk van. Köszönjük! Aki szeretné bármilyen módon támogatni a kórházat, az a Kátai Gábor Alapítványon keresztül és közvetlenül is megteheti. A főigazgató ezúton is köszöni mindazoknak, akik adományaikkal, támogatásaikkal hozzájárultak és hozzájárulnak az intézmény működéséhez, az itt dolgozók rekreációjához. A szolnoki járási ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt emelt vádat egy 29 éves kunmadarasi férfi ellen. A vádlott 2021 tavaszán egy internetes közösségi oldalon álprofilt használva magát nőnek adta ki. Erotikus tartalmú levelezésbe kezdett egy mit sem sejtő férfivel, aki még a bankkártya adatait is megadta, abban reménykedve, hogy a hölgy még több erotikus videót küld majd neki. Ehelyett azonban a sosem látott levelezőtárs alig egy nap alatt 162.000 forinttal rövidítette meg a sértettet. Az ügyészség azt indítványozta vádiratában, hogy a bíróság a büntetett előéletű vádlottal szemben végrehajtásban próbaidőre felfüggesztett börtönt szabjon ki, és rendeljen ki mellé pártfogó felügyelőt. Az ügy a szolnoki járásbíróságon folytatódik. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagyhunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!